Köszöntelek! A te világod, vagy életed ősödeje című videót láthatod. A téma a bennünk rejlő énjeink megismerését és felismerését segíti. Kiderítjük, hogy milyen hatékonysággal és összhangban dolgoznak együtt. Az élet, amiben élünk, az ország, a város, ahol élünk, nem számít, hogy hol vagy, mert mindenki élete, ahogy a tiéd is, rendelkezik egy saját dzsungellel. Hiszen az élet és a dzsungel között nagyon is sok hasonlóság van. Te is, mint mindannyiunk, végig haladsz az életed őserdején, ami tel is tele van meglepetéssel, olykor rossz, negatív találkozással, amin túl kell jutnod. Most megkérlek, hogy kicsit csukd be a szemed, és képzeld el, hogy a dzsungelben vagy. Liánok tömkelege a fejed felett, sokuk a földig lóg. Kúszó növények lassítják lépteit. Éppen ezért a bozótvágó kést a kezedben tartod, mert olykor szükséged van rá, mint ahogy az életben is, egyes segédeszközzel a továbbhaladáshoz. A fény is csak engedéllyel kúszik be a fák lombjai közt. Rovarok, kisebb-nagyobb állatok, madarak hangjai törik meg a dzsungel csendjét. Időnként megijedsz, összerezzesz, talán tétovázol is, hogy tovább haladja, vagy keres egy másik utat, hogy biztonságosabbnak és könnyebbnek tűnő ösvényt találj. De vajon mi volt az a hang, ami azt súgta, hogy állj meg, keres másikat, fordulj vissza, vagy folytasd? De nem csupán a dzsungel közepén vacilálsz egy-egy döntéssel, hanem az életedben is. De teljesen mindegy, hogy mit döntesz, ha visszafordulsz, ha másikat akarsz, vagy tovább haladsz. Újabb és talán sokkal nehezebb feladatok várnak rád, melyek próbára tesznek. Haladsz életed őserdején, ahol az út nincsen kikövezve, és csak pár métert látsz előre. Nem tudod, hogy mi van azután, csak remélet, hogy ott van, és láthatod. Néha lecsapsz a bozótvágóval, mellyel akadályokat hárítasz el. De mit teszel, mikor egy mély szakadék keresztezi az utadat? Négy lehetőséged van. Visszafordulsz, és nem próbálsz meg túljutni az akadályon. Szakadék mentén haladsz, remélve, hogy egy használható hídra leelsz. Megpróbáld átugrani, de ha méterekről is futsz, neki sem fog sikerülni. Vagy kihasználod az univerzum adta lehetőségeket. Ezennyi lián lóg a szakadék felett, mely segítségével átjuthatsz a túloldalra, ami olyan gyönyörökkel van teli, amire te vágysz. De az élet nem mindig olyan kegyes hozzánk, hogy csak úgy megajándékoz ilyen egyszerű lehetőséggel, hogy egy liánnal csak úgy rebdessünk egy szakadék felett. Sokszor tartogat meglepetést a lián között is. Amivel való találkozáskor megfutamodhatsz, vagy vereséget szenvedhetsz. És bármelyik következik is be, ha bekövetkezik, csak rajtad múlik, hogy mit kezdesz azután. Nem tudod, a szakadék széléről nem látod, hogy melyik a megfelelő lián, és melyik a kígyó. Talán megérzés? Ha rosszul döntesz, a mélybe zuhansz, és kezdhetsz mindent előről, ha újra megpróbálod. Ha jó az irány, akkor tovább haladva már csak a megfelelő következő liánt kell elkapnod, hogy a szakadék felett folyamatosan tudj suhanni. De ne habozz sokáig a váltással, mert ha elfogy a lendület, nagyon nehéz újra belendülni, és sokszor kell újra kezdeni, és az idő, energia, pazarlás érzésétől alább hagy a motivációt. Viszont ha kitartóan váltod a liánokat, akkor megleled az általad megálmodott földi paradicsomot. És vajon ki a felelős a döntéseidért? Természetesen te magad. És hogy a döntéseidnek milyen hatásai, következményei vannak, az a benned lévő három éned összhangján alapul. Minden ember tulajdonosa, vezérigazgatója, irányítója és dolgozója a létező legnagyobb vállalkozásban a saját életében. Képzeld el, hogy három ember vagy három különböző személyiséggel, tulajdonsággal és feladatokkal. Maradjunk az előbbi témánál. Ahhoz, hogy átjuss a szakadékon, nézzük, melyik éned erőssége szükséges. Igazából mind a három. Harmóniában kell együtt élniük, dolgozniuk. Vegyük sorra. Belső vezető. Ő az, aki látja a célt, aki megmondja, merre menj és hogy mit tegyél.
Az irányt mutató belső hang. Ezt az irányítást sokszor vonakodva fogadjuk, mert megszoktuk, hogy nem belülről, hanem kívülről kapjuk a tanácsokat. Önöd lényed legnagyobb és legmélyebb igazsága az a belülről felmerülő intuitív megérzés, mely mindig megmondja, hogy merre menj. Sokunkban nem működik megfelelően a belső vezető, mert sokszor felejtjük el értékrend alapján mérlegelni, hogy mi a fontos és hogy mi mekkora kockázatot ér, merre legyen az irány, és a belátható tények birtokában felelősen dönteni. Ha követed a belső vezetőt, akkor teljesebbnek fogod érezni magad. Olyan, mintha a lényed központjából haladna kifelé. Ez a fénysugár mindig pontosan oda visz, amerre menned kell. Belső menedzser. Ő az, aki a vezető által kijelölt cél eléréséhez megtervezi a stratégiát, és hajtja végre a megfelelő irány mentén. Fenntartja a motivációt, buzdít, ha kell, felemeli a hangját időként, ha szükséges, gyakran egy-egy nehezebb feladatnál ő maga is példát mutat. A belső dolgozó. Ő az, aki a vezető nélkül rossz irányba tart, a menedzser nélkül pedig motiválatlan, nem hatékony. A vezető és a menedzser nélkül pedig nem éri el boldogságát, nem tudja, mi az. A dolgozó csak arra gondol, jó lenne, hogyha ez a földi jóval teli paradicsom, ami most itt a cél, a szakadék ezen oldalán lenne. Ami nagyon fontos pedig, hogy a dolgozó nélkül a menedzsernek nincsen feladata, a vezető pedig nem éri el célját. Egy sikeres vállalkozáshoz, egy sikeres élethez elengedhetetlenül fontos egy kiérett, fejlett, erős belső vezető, belső menedzser és belső dolgozó. Mindhárom én szükséges és kell hozzá. Most nézzük a harmóniákat az életünkben. Ha úgy érzed, hogy a kemény munka leszívja életerőd, hiába dolgozol évek óta keményen, lényeges változás az életedben nincsen. Mégis gratulálni tudok hozzá, mert rendelkezel egy kemény, erős és szorgalmas dolgozóval. Más ez idő alatt lazsál és nem csinál semmit. És ha úgy érzed, hogy keményen dolgozol, ami már meghozta gyümölcsét és ez tartós is, ennek ellenére ez nem tesz boldoggá, hiába vannak látványos és külső eredményeid, akkor is gratulálok, mert benned a dolgozó mellett, aki erős és szorgalmas, ott van a hatékony menedzser is. És bármi, ami az itt elmondottak felett van, gondolj itt a plusz pénz, plusz idő, életstílusa, ahhoz egy vezető kell. Egy élet, kifejlett és erős vezető. Ha nem ilyen életet élsz, nem azt jelenti, hogy te nem rendelkezel saját belső vezetővel, mert ott van, csak sokkal valószínűbb, hogy ott vágja a bozótot a dolgozóddal, és kavarog a dzsungelben céltalanul. Ahelyett, hogy oda csapna az asztalra, kinyitná a szemét, és kitűzni a célt, az irányt. Keresd hát, hozd felszíre a belső vezetőt, ébreszt fel a menedzsered, és a dolgozóddal hároman együtt hatékonyabban folytassátok az utatokat. Köszönöm, hogy itt voltál, fogadd jó kívánságaimat a fejlődésedhez, és ne feledd, már egy kanyutásnyira vagy a saját földi édenettől. Szép napot!